Sziasztok, ez egy újabb kérdezőleg videó lenne, de most Bencével. Sziasztok. És kitettem egy Facebook posztot, hogy kérdezzetek tőlünk, és nagyon-nagyon sok kérdés jött, és akkor párat meg is válaszolunk. Bence és Husi jóban vannak? Jóban vagyunk. Világispanok vagyunk. Néha amúgy Bence féltékeny. Mert skype-olunk, és konkrétan a macska az a mellkasodon így szét van terülve. Én meg csak így, really? Tehát, hogy... Na mindegy. Mit akartok nagykorotokban lenni? Mit akarunk nagykorunkban lenni? Vagyis, nőtt, mit akartok dolgozni? Értem. Tehát, hogy mik akarunk nagykorunkban lenni, és gondolom. És felnőtt korunkban mit szeretnénk dolgozni? Igen, gondolom ezt akarta a fiatalember. Én szerintem a CBA-ba szeretnék árufeltöltő lenni. Én meg a delfineket fogom idomítani Indonéziában. És küldök nektek egy big lájkot, jó? Jó. Mennyi gyereket szeretnétek? Fú, hát... 6-ot. Én 30-ra gondoltam, de a 6 is megfelel végül is, családi pótlék jön. Lesz pénz, nem fog éhen halni. Igen. Már együtt alszatok? Házasság előtt nem. Nem a múltkor majdnem megfogtam a kezét egyébként, de igen, de amúgy nem szabad, mert Bencék olyan trivalibás vallásban élnek, hogy nem szabad sajnos nagyon érintkeznünk egymással. Épp, hogy ez a pár centi szabad, mert a szülei nézik a videót, és hogyha meglátják, hogy esetleg hozzáérnék, nem. Szóval ezt nem tűrik el, úgyhogy... Múltkor is balhé volt, mert adott nekem egy poárvizet, és véletlen hozzáértem az ujjához, amikor... Igen, ezért nem alszunk együtt, én a földön szoktam mindig aludni, 2 méter távolságot kell, és mindig kicentízik, úgyhogy... Aj, úristen! Milyen vallás? Nem tudom! Mi a közös bennetek? Mindketten szegények vagyunk. Jó! Bocs. Majdnem hozzám jöttél. Szerintetek mennyit fog bírni a kapcsolatotok? Hát attól függ, ha eleget kondizunk, akkor sokat fog bírni. De... Én 1-2 hetet érzek még. Hát én de csak 2 napra gondoltam, de te lehet meghosszabbítottad. Jó, igen. Körülbelül. Szóval a jövő héten már nem biztos, hogy együtt leszünk. Na jó, készüljetek fel! Lesz szakítós videó, hogy igen. Nekünk ez hogyan nem hogyan éltem megy. Túl a szakítást? Hol volt az első csókotok? Egy épületbe. Egy apartmanban. Igen. Volt az első csókunk, ami... Pollát egy picit meglepte. Hát én nem számítottam rá. Én meg csak így, hello! Jó lenne egy... Úgy... Teszteltem. Én így jöttem, teszteltem, hogy mi lenne, ha... És így... Az lett. Tehát, igen, hogy... és így dura volt, mert így vat. Igen, egy kicsit meglepődött, de kicsit. Mindegy, ez volt az első csomag. Melyik országba szeretnétek együtt elmenni? Spanyol. És mi melyikbe? ez kb. Olyan volt, hogy hát én spanyolba szeretnék, és oda is fogunk menni, de ha szeretnéd, akkor majd máshol is. Igen, elmen. Szóval a te véleményed is érdekel most. Köszönöm, hát nem tudom. Spanyol ő is. Ugye? Igen, megbeszéltük. Igen, spanyol. Nem vagyok papucs, esküszöm. Miért vagytok ilyen cukik? Nem tudjuk. Köszönjük. Mi volt az eddigi legnagyobb ajándék, amit egymásnak adtatok? Na. Fogalmam is. Nekem az volt a legnagyobb ajándék, hogy meglátogattál, úgy, hogy nem is tudtam róla, hogy jössz. Mert ez tényleg olyan dolog volt, hogy ja. Nekem, hogy adtál a sajttortádból, és annyira jó érzés. Nem tudott velem találkozni Valentin napkor, és szomi voltam, meg minden, de aztán meglepett engem egy doboz rózsával, és egy márci csokival. Ezt így mondják, doboz rózsa? Hát mert dobozba volt. De majd bevágsz egy rózsabox, rózsabox. Itt lesz egy kép. Kitettem Instára is, és nagyon meglepett, mert nem számítottam rá, és már feküdtem volna lealudni, de hívott a futár, hogy körülbelül ilyen éjfél körül talán meg lesz a csomag, és hogy nem-e baj, jó? Tehogy is pattattam ki a kádból, felöltöztem, és vártam, mint egy kiskutya az ajtó előtt. Aztán megjött, ja. Igen, és nagyon örültem neki, szóval vigyorogva aludtam el. Szoktatok hülyéskedni? Nem, általában full komolyak vagyunk. Júj. Általában full komolyan, mintha egy tárgyaláson ülnénk. Nem, úgy tényleg szoktunk egymással nagyon-nagyon komolyan és választékosan, illetve magázni egymást. Igen, úgy szoktuk, de amúgy... Nőszintén, hülyéskedni is.
Mintha a legjobb barátok lennénk, úgy viselkedünk. Igen, de van olyan, hogy hölgyemnek, meg uramnak szólít, és így konkrétan full választékosan, tisztelettudóan, meg ilyen, mint hogy idegen emberhez beszélnénk. Igen. Ja. Marandi hölgyem? Igen, uram. Melyik jobb közös nevetek? Ponce vagy Bella? A közös nevünk az a Polce. Polce, ez a hivatalos, ez ezt a hivatalos, ezt választottuk. Polce, és az elvet után lehet egy felkiáltójel is, mert akkor policejünk. És ez úgy tök jól néz ki. Volt már nagyobb vitátok? Nem. Nem. Vitázni vitáztunk már, de hatalmas veszekedés, meg vita... Veszekedés egyáltalán nem volt. Vita nem. Volt. Ami azért különbözik. De amúgy a vita szerintem normális, nem? Persze. Mert megbeszéltünk mindig dolgokat, és akkor hát nem mindig tetszett a másiknak az a dolog, és akkor valóban... De ezek is ilyen 10 perces viták voltak. Igen. Tehát igazából vitázni nem ugyanaz, mint veszekedni. Meg nem... hisztizések. Valentinapon hisztiztem, hogy nem lehetek veled. Igen. És a születésnapomkor, de te rá egy órára megleptél, hogy itt vagy. És én így... De ja. Szeretnétek majd közös kis kedvencet? Igen, a kutyát. Igen, egy kis kutyát szeretnénk, már meg is van. De nem mondjuk el, hogy milyen kutyát, ez legyen igen, meglepetés. Igen, ez meglepetés, de már megvan. Majd csinálunk unboxing videót. Kis kutya unboxing. Megvan, hogy már mit, melyik kutyus szeretnénk, és... Mi lesz a neve? Hogy mi lesz a neve, az is. Ki kérdezte meg először, hogy összejönnél-e velem? Szerintem én voltam az. Te nyilván. Voltál. Én voltam az, aki rám meg te is mondtad először, hogy szeretsz. Igen. Szóval a Bence kezdeményezett mindent. Én meg nagyon nehezen... Igen, egy eléggé nehezen megkapható lány kellett szenvedni, de azért végül meg lett. Ja. Pola, mi vonzott téged Bencéhez? A pénze, a hírneve. Igen, tulajdonképpen így ennyi. Meg ez a jó vallás. Kellett a kihívás. Már nem tudom, mit mondtam. Mekkora lyuk van már? De tényleg, mi vonzott? Mi vonzott? Aha. Először ugye nem voltál szimpatikus, de amikor elkezdtünk beszélgetni, meg felhívtál telefonon, akkor így rájött, hogy teljesen ilyen másképp képzeltelek el. Mert egyébként azt te is állíthatod, hogy más vagyok élőben, mint a videóban. Igen, szóval teljesen más, mint ő videóban. Gondolom itt jobban önmagad vagy. Hol a videókban? Nem, velem. Jaj, veled? Hát igen. Tehát, hogy élőben nem nagy titok, hogy én teljesen más vagyok élőben, mint a videóban. Mert a videóban a videósnak két választása van. Vagy önmagát adja, vagy szépen felépít magának egy imidzset, és akkor azt imidzset, és azt tolja. És igen, én más vagyok. És akkor így megdöbbent, hogy Bob igazából ő nem is olyan, amilyennek hittem, hanem kedves, meg aranyos, meg minden, és akkor ez így megfogott benne, hogy nagyon figyelt rám. És mindent megjegyzett, amit mondtam neki. Én most is visszatudok bármi emlékezni. És nagyon durva, és szóval nagyon figyelmes. Ez fogod meg benne. Meg a szeme. Meg van egy tipik olyan nézésem, amikor a lányra ránézek úgy, és amikor először rád néztem, olyan zavarba voltam, hogy hát még Skype-on is. Konkrétan, igen. Igen, tehát hogy néztem úgy rá. Ez a szerelmes nézés, ez igen, úgy is mondhatjuk. Hát olyan zavar volt, hogy nem tudott rám nézni konkrétan. De jó, na mindegy. De még most is van, hogy felveszi a szemüvegét, és úgy néz rám, és így... Ja. Mert szereti, hogyha rajtam van a szemüvegem, mert igen. Elvileg olyan más arcom van tőle. Jól áll neki. A szemüvegem. Mit üzentek az utálóknak? Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. Az utálóknak annyit, hogy nézzetek meg, utáljatok. Mert hogyha néztek, abból nekünk csak hasznunk van. Tehát, hogy... Aki igazából utál, az igazából már rajongó. Tehát, igen. Hogy az folyamatosan követ. Úgyhogy, ja. És ír. Puszilom minden egyes utálómat. De amúgy szerencsére már egyáltalán nem tudnak meghatni. Mikor olyat olvasok a komment részlegbe, akkor csak így... Ok. Tehát, hogy én mit csináljak? Ennyi lett volna ez a videó, reméljük tetszett, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. És akkor a következő videóban... Tej föl! Tej föl! És a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Te tej föl ki! Bye.